Szebény, 2000. október 17-e. A 64-es vonal üzemen kívüli szakaszát bejáró túra harmadik része, befejező része. Egyedül, és sajnos elég sötétben, gyenge kameratápokkal a Szebényi út átjáró és a vasút Vémént felé. Hamarosan elhaladó vonatfotva autóbusz jön vissza Szebényből, és megy tovább Vémént halott a Bozsók felé. A 42-es kilométerkőnél voltunk. Voltam. Tájékoztatásul, hogy Palota Bozsók az 50-es kilométerkőnél van. Szebény a 41-esnél. Vémént ugye a 44-es, 43-as között. Ez pedig már Vémént bejárati jelzőjének előjelzője. És hát itt előtte látszódna a pálya, ha látszódna. Kis fantáziával látszódik is. És ez pedig Vémént állomás bejárati jelzője. Távlati kép. Itt is látható a vonalon alkalmazott hatalmas ívek egyike. És megérkeztünk Véméndre. A Vémént állomást iparvágányként még használják.
forgalmi irodában, ami végül is most is forgalmi iroda. Vasutas sapka, naptár, telefon is található még. Hetente egyszer-kétszer följön ide Bátaszékről egy tolatómenet, általában a Dacia-val. És ezért a pálya Palota Bozsók és Rémint között is karban van tartva. Sajnos Rémint és Palota Bozsók között már nem jutott kameratába filmezésre, de ezt remélem majd egy tolatómenetről fogom máskor megörökíteni. Hát, nagyjából ennyi.